Soha nem hivatkoztunk arra, hogy sok a mérkőzés, meg utaznunk kell, hiszen ez a munkánk, ezt szeretjük, ezért vagyunk itt, ezért dolgozunk, de az biztos, hogy ez a periódus egy nagyon megterhelő. Valóban úgy hozta a sors, hogy a Békés Csabai bajnokitól kezdve, most nem azt mondom, hogy körbeutazzuk a földet, de azért elég sok időt ültünk a buszon, de nincs ebben semmi probléma. Ezt tudomásul vesszük, és ennek megfelelően készülünk. Hétvégén Ljubljana, akik nagyon érdekesek az elmúlt két meccsen, hiszen megverték a Sevehofot, előtte pedig kikaptak a Banik Mosztól. Milyennek látod őket? Ismerjük, tavaly is játszottunk velük. 20-30%-ba szoktam ebben úgy foglalkozni. Nyilván felkészülünk és elemezzük, de az különösebben nem érdekel, hogy ki mit játszik kivel, hanem fölkészülünk belőlük, és próbáljuk azt a 70-80%-ot, amit mi tudunk rájuk erőltetni, és játszani a saját játékunkat. Hogy most ők a múlt fordulóba nyertek Svédországba, előtte pedig kikaptak otthon, számomra nem sokat mond, mindig az jelenti a lényeget, hogy mennyit tudunk, amikor ellenük játszani, kitenni a pályára magunkból. Hogyha megnézzük az elmúlt két meccset, akár a mai érdmérkőzést, illetve előtte a csehországi találkozót, akkor az látszik, hogy viszonylag sok gólos találkozó volt mind a kettő. Ez mennyire a játék tempójából fakad, és mennyire várható ez majd Ljubljanában? Mindenképpen. Talán az érdmeccsi volt a legjobb tempónk ebbe a bajnokságban, ebbe a szezonban. Nagyon komoly futást rendeztünk, ráadásul eredményesen. Nyilván a Moszti az dobott gólba több volt, de ott sokkal több volt a könnyű, csak a kapus elleni zicserünk. Kezdjük megtalálni ismét ebbe a szezonban ezt a gyors játékot, amit szeretnénk még fokozni, hiszen ne felejtsük el, én azt ígértem, hogy ezen még tudunk javítani, tudunk is. De természetesen odafigyelünk a védekezésre is, ami talán az érd ellen egy picit most lyukasabb volt. Nem lehet kérdés, hogy a ljubljanai mérkőzésen ez lesz a fókusz. Nagyon, nagyon komolyan akarunk folyamatosan tempót menni. Én nagyon-nagyon remélem, hogy tudunk ebben még javulni folyamatosan, de azért ne felejtsük el, hogy most azért még jóval a szezonnak a harmadánál járunk, vagy még ott se, messze a jövő április-május.